Az így szerettek ők, az igaz hősök, a merész magyarok és a festői szerelmek című könyvek íróját, Nyári Krisztiánt aligha kell bemutatni a könyvbarátoknak. A szerző 2012-ben lett közismert, akkor kezdte el publikálni magyar írók és költők szerelmi életéről szóló írásait a legnagyobb közösségi portálon. Nyári Krisztián nem csak író, irodalmár, kommunikációs szakember. Néhány évig költészettörténetet tanított a Pécsi Egyetemen, s bár a 90-es évek közepén otthagyta a katedrát, hobbija az irodalom és a művelődés történet maradt. Vezetett PR ügynökséget és közvéleménykutatóintézetet, volt állami szervezet kommunikációs vezetője, jelenleg egy könyvkiadó cég kreatív igazgatója. A kedd esti izgalmas beszélgetésen számos kulisszatitkot elárult a nézőknek. Az érdeklődők azt is megtudhatták, milyen módon gyűjti az anyagot munkáihoz. Általában interneten megnézem, hogy hova érdemes mennem, milyen könyvtárba kutakodjak, és aztán utána hagyományos módon könyvtárba megyek el, az általában Budapesten, vagy a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtára, vagy a Szabó Ervin könyvtár, vagy ha valami nagyon speciális téma, akkor annak, és ha van szakkönyvtár, akkor oda. Nyári Krisztián jelenleg a magyar himnuszról szóló munkán dolgozik. Ebben ír majd olyan nemzetek himnuszairól is, amelyek történetéhez magyar szerzők kapcsolódnak. Az író arról is beszélt a közönségnek, hogy szerinte mi a titka a könyvei sikerének. Egyrészt kíváncsiak vagyunk azokra az írókra, művészekre, történelmi szereplőkre, akiket fontosnak tartunk, akiknek az életműve számunkra izgalmas, érdekes, vagy valamilyen oknál fogva fontos, és szeretnénk megtudni, hogy ők, mint magánemberek, milyenek voltak. Ez általában azokkal, akiknek az élete tankönyvekben, iskolai anyagban szerepel, különösen érdekes, mert ott általában ilyen lecsupaszított életrajzokkal találkozunk. A másik pedig, hogyha mondjuk magánélettel kapcsolatos az, amit írtam, akkor pedig azt mondja ez, hogy általában kíváncsiak vagyunk arra, hogy másnak hogyan alakult a magánélete, és akkor mindenféle következtetést levonunk arra a nézvést a magunkéról. Aztán, hogy ezt hasznosítjuk-e vagy sem, az egy másik kérdés, és hát van, akit meg mind a kettő érdekel. A jövő héten Pápai Erika lesz a Bencs Villa vendége, azt követően pedig a műsorok állandó házigazdáját, Kovács Dénest kérdezi majd Karádi Zsolt.